Szóval most az van, hogy itt vagyok Salgótarjánban, és beszéltem a Győzivel, hogy hát rám írt, és akkor mondtam neki, hogy ha már itt vagyok és találkozunk, akkor mutassa már meg nekem a villát belülről, ugyanis hát régen valószínűleg közületek is rengetegen nézték, úgyhogy most egy kis betekintést fogunk kapni a villáról, illetve bele is mutat így a dolgokba, meg pár kérdést fel is teszek neki, úgyhogy tartsatok velem. Itt vagyunk a Győzi villába, ami 1990 pontos évszámot nem tudok mondani, mert már nagyon rég volt, mikor ezt teljesen belaktuk, és elkezdődött a Győzike show formáció forogni. Amire azt lehetett mondani az elején, hogy úristen, mi lesz itt Magyarországon, meg mit forgatunk, meg úristen, mi lesz ez, mert mindenki fúj, meg úristen, bekameráztatta önmagát, meg úristen, odaadja az életét, meg minden, és azóta képzeljétek el, hogy mennyi ember ezt csinálja. Mind egy blog formájában, mint az internet formájában. Mennyi embernek adtam én kenyeret? Mindenki elkezdett engem fikázni, voltak olyanok, akik támadtak engem, és ugyanúgy, ha mennek külföldre, viszik magukkal a kis kamerát, és beforgatják, és én nagyon-nagyon sok támadást kaptam, mikor én itt elkezdtem forgatni. Ez egy jó kis stúdió volt az életünkben, jó kis otthon volt, ahol forgattunk 102 adást, 9 évadot, jó volt itt élni, jó volt itt lakni, mint munkahely. Sokan azt gondoltak, hogy ezek a dolgok mind igaz történetek. Gyerekek, aki tévét néz, én még azt szoktam mondani a gyerekeknek, mikor otthon beszélgetek velük, hogy lányok, tévét nem nézünk, mert a tévé az butit. Igen, aki elhiszi a tévében, hogy mi van, az... Sajnálom, nagyon sajnálom. Ez olyan, mint egy szappanopera, hogy mindig történik valami, mert történnie kell valaminek, és az emberek elhitték. Hát akkor így jártak. Én nagyon-nagyon szerettem forgatni, nagyon-nagyon szerettem csinálni, az életem egy nagy részét megváltoztatta, elég keményen, de valaki erőszakos, de erőszakos. Igen? Hello. Nem, a jó Isten vagyok. Szia! Elhiszem, hogy én vagyok a példaképen, akkor üljetek be a padba, azt tanuljatok, jó? Hát vannak ilyen emberek is, akik így fölhívnak randomban. Olyan emberek, akik akkor, amikor elkezdtük a Győzike Show-t forgatni, akkor fúj, mit képzelsz magadról, lejáratod, ezt meg az, gyerekek, könyörgöm. Ugyanezt csinálják minden nap, ugyanúgy van nekik kutya, ugyanúgy van nekik jacuzzi, ugyanúgy elvette a feleségét. A gyerekek, ezt ma mi leraktuk, ezt a csontot. Hát ezt ma én leraktam, ezt a csontot, és hát imádom az embereket, hogy tényleg akkor elkezdtem, nem is tudtak, hogy miről szól a történet. Tehát ez egy reality komédia volt, egy jó szórakoztató műsor, hogy induljon a hétfő jó szórakozással. Mi igenis elindítottuk a hétfőt is. És aki kisgyerek volt, imádta, aki felnőtt volt, azért nézte, mert szerette, aki nem szerette, azért nézte, mert meg akarta nézni, mindenki megnézte, gyerekek, 56,4%-os nézettség volt. És hogyha újra kéne forgatni, újra forgatnak, és újra jót szórakozna Magyarország. Hát gyerekek, nézzük meg az édes életet. A mai napig nézem a YouTube-on, mennyien megnézik Zsolttal az élem, mert tényleg Zsolt egy olyan komikus, meg egy olyan szereplő, akit nem lehet Magyarországon utánozni. Én már ezt itt hagytam. Számomra már csak egy piros fazék maradt, a régi fazék, amiben főzött, megfőzte a kocsonyát, itt maradtak még pár dolgok. Mi már új életet kezdtünk, új helyen élünk, hála jó Istennek. Úgyhogy gyerekek, köszönjük szépen azt a pár évet, amit velünk töltöttetek, mint Győzikesú. Köszönjük, hogy néztetek minket, köszönjük, hogy ebben a lakásban forgathattunk, ebben a házban. Úgyhogy mindenkinek azt kívánom, hogy forgassanak ők is otthon Győzikes út a családdal, de ne támadjanak. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra. És melyik volt a kedvenc helységed ebben a Én szerettem világban. Az egészet. Én úgy voltam ezzel az egészen, hogy szerettem az egészet, de hát itt rengeteget forgattunk itt a nappaliban. Azért itt rengeteget forgattunk, meg tök jó volt, meg baró volt. Én szerettem az egészet, én szerettem minden percét. És te találtad ki, hogy szeretnél csinálni, vagy felkértek? Hogy volt ez? Kovács Dani Richard és Herman Pierre kitalálta, Bagi Martival még megvalósítottuk az egészet. Bagi Martiról annyit kell tudni, hogy ő nevelt ki minket. Ő most a konyhafőnöknek a producere, ő most a nyerőpárosnak a producere. Tulajdonképpen Bagi Marta volt, aki kinevelt minket erre a feladatra, aki felkészített minket, és mindig azt szoktam neki mondani, amikor mondja Marti, hogy Győző van, megint zseniális voltam, mondom, te neveltél ilyennek, mondom, tőled tanultam, mondom.
Úgyhogy ez tulajdonképpen az RTL-lel közösen kifejlesztett műsor volt. Én is úgy voltam vele az elején, hogy 10 rész lesz, mondom, azt utána a kutya nem nézek. Ki lesz kíváncsi, mondom, ki fog engem nézni, tehát ha elmeztek rám kíváncsi, akkor mondom, ki fog minket nézni. Én például nem nézném senkit, én mai napig nem nézem senkit, én nem vagyok senkinek az életére kíváncsi. Én a sajátomra kíváncsi vagyok, akkor csókolom. Gyerekek, volt olyan január, mikor itt történt az ominózus, itt volt az a jelenet, én itt ültem, és Gömbi pofonba vágott, hogy ki még a házból, vagy nem még ki a házból. Gyerekek, ez volt 61%, és hát taroltunk újságba, taroltunk címlapba, mindenhol taroltunk. Jó érzés volt, meg szerettem csinálni, de a legszebb az egészben, hogy mennyien csinálják most utána, gyerekek. És mi is úgy vagyunk vele, hogy egyszer-kétszer oda kapcsolunk, és úristenben nézve, milyen kövér voltam, úristenben, hol van ez a pólum, hol van ez a szőnyeg, ó, az a butorunk, hol van, és annyira jó visszanézni, annyira jó nézni ezt az egészet, hogy jó érzés. És mennyit forgattatok egy héten? Sokat, jó, nagyon sokat. Hát egy hétfői adás, egy 60 perces adás, az péntekig tartott, hétfőtől péntekig, szombat, vasárnap volt szünet. Hú, rengeteg volt, és nem tudtuk elképzelni az elején, hogy miért kell 5 napot forgatni, miért kell 5 napot forgatni, és 5 napból raktak össze a 60 percet. És mennyire volt megírva, mennyit improvizáltatok benne? Volt egy alaptörténet, és akkor mondták, hogy kávé ez legyen. Így van, de mindig azt szoktam mondani, hogy baromi jó színésznő volt a feleségem, baromi jó színész voltam én. Hát gyerekek, volt egy adott szituáció, és mindig mi tettük, amit kellett. Amikor beállít, fejem vágott itt a váza, ahol ide zuhant a váza, és fejem vágott, és én elköltöztem 5 napra, és beadtam a vállópert, tehát életem legszebb része volt. Imádtam azt a részt. Hát imádtam a bíróságon ülni, imádtam, amikor elváltunk. Nagyon-nagyon jó érzés volt. És mennyien jöttek ide? Jaj, rengetegen. Rengetegen. Hát gyerekek itt minden adott nap, hétvégén buszokkal jöttek, gyerekek jöttek, iskolások jöttek, rengetegen jöttek, annyian jöttek, hogy mi nem is hittük el. Hát amikor így kinyittam az ajtót, és akkor jöttek autógram, akkor volt olyan, hogy iskolás programokkal jöttek, no de számomra a legszebb SMS még mindig az, amit szeretnék, hogyha Patrik felolvasta kedves nézőknek. Én ezt megtartottam, ezt nem is SMS, hanem ez egy kiírás volt. A Salgótarján városa írta ki. Salgótarjáni emberek többsége nem nagyon hálás Győzinek, hiszen bárhova megy a világba, és elhangzik az a szó, hogy Salgótarján, akkor mi jut az emberek eszébe? A Győzik eszébe. És azt írják itt a Salgótarjáni oldalon, hogy én lejárattam ezzel a várost. Na, akkor Patrik, gyere ki, légy szíves, hogy hagyd mondjak erről a városról pár mondatot és pár gondolatot. Nem tudom, mivel járattam le a várost. Azzal, hogy szórakoztattam. Az, hogy az embereknek Salgótarján jut az eszébe, én arról nem tehetek. Arról, hogy Salgótarjánban meg lehetett volna mutatni mást is, miért nem dolgoztak érte? Én dolgoztam azon, hogy legyen egy győzikesú, és ilyet írtak nekem, hogy szégyelnek engem. Hát kit érdekel, hogy miért nem az Ente Ferencről beszélnek, vagy miért nem a múzeumra? Kit érdekel? Hát kit érdekelt a múzeum, meg kit érdekel a múzeum, mikor a gyerekek ide jöttek busszal, és akkor azt mondja, hogy szomorú, hogy Salgótarjáról Gáspár Győző jut az eszébe. Nem, dicsőség, hagyjuk ma! Ezek az emberek mind betegek, az ember, aki ezt leírt, az mind beteg. És olyan volt, hogy valaki úgy jött ide, hogy erőszakos, mit tudom, bántani akart titeket? Volt, hajszor kihívtam a rendőrséget. Nem bántani akart, hanem volt olyan, aki ide költözött, lesátorozott, volt. Bántani sosem akartak, az ilyen nem volt. Bántani sosem akartak, de volt olyan, aki ide le... Hát már azt hittük, hogy nem megy el lakni. Olyan Győzi fan volt, hogy az elképesztő volt. Gyöngyösről jöttek ide, és hát a legnagyobb fanom, és ez nem is titok, az éjjel-nappal Budapestből Lali. Még akkor Lali olyan kisebb volt, és hát a Lali volt a legnagyobb fanunk, és én mikor a Lali bejutott az éjjel-nappal Budapestbe, akkor mondta, hogy emlékszel rám? Mondom, nem.
Nem emlékszel rám? És akkor elmondta a történetet, hogy amikor esküvőt forgattunk, ő volt az, aki összeszedte nekünk itt a lufit, amikor elvitte a szél. Mondom, tudom, te vagy ez a kis göndörhajú gyerek. És a Lalival azóta beszélgetünk, a Lali azt mondta, hogy rengeteget volt lenne, nagyon szerette a Győzike Show-t, járt le, és én tényleg utána úgy összeraktam a gondolataimat, hogy tényleg ez az éjjel-nappalból a Lali volt. Tényleg nagyon-nagyon sokan jártak gyerekek Nyíregyházáról, Sopronból. Rendesen az volt a program, hogy körbe járjak a Győzi Vilat, és mai napig járnak, mai napig jönnek, mai napig hívnak. Engem írnak nekem, hogy fogadjam őket. Én mondtam, hogy nagyon szívesen, de itt már nincs mit látni, itt már nincs mit, itt már ez már nem a Győzike ház, hanem ez már egy sima otthon, ami eladó. És a jányokat is piszkálták suliba, vagy valami? Volt piszkalas. Hát azóta még nem találkoztam Evelynnek a 8. tanárával, imádta, jaj, az egy fú gyerekek, fú, inkább nem is tudok rá jelzőt mondani. Az Evelyn 8. tanára az... Hát már jó sok év eltelt, de ha találkoznak vele, megkérdezném a tanárnőt. Most azt mondják, hogy külföldön dolgozik, kiment külföldre. Nagyon szívesen találkoznak vele, jó gyerekek, az egy mekkora egy gyökér volt, mondjuk azt, hogy gyökér volt. Nem is azt mondom, hogy petrezselyem volt, nem is azt mondjuk, hogy répa volt, hagyma volt, hanem egy gyökér volt a tanárnő, hát imádtam. Végig azt mondta osztályfőnek Jörán, hogy Úristen, az Evelyn itt van, a győzik. Én már nem szeretek visszajönni, ide már nem szeretek visszajönni, ez már a múlt, itt a fürdőszoba. Én majd nem akarok visszajönni, nem is szeretek visszajönni. Itt a szobánk. Na, rég volt, szép volt, köszönjük, ennyi elég volt. Á, gyerekek, hát itt vannak a kamerafuratok, mutatom, mikor be volt kamera, az várjatok. Várjatok. Itt vannak a csövek, itt mennek végig a csövek, amikor a kamera itt volt egy nagy kamera, ott volt egy kamera fölrakva. És azok végig mentek, vagy csak amikor itt volt a stáb? Amikor végeztünk, az le volt kapcsolva. Aha. Az le volt kapcsolva. Jó, tényleg jó volt, de már én nem akarok erre emlékezni, meg nem is akarom megmutatni. Az háromszor váltottunk dizájnt, a 9 szériában háromszor volt dizájnváltás, volt egy piros konyhánk, volt egy, utána volt ez, itt többször volt tapétacsere, többször volt színek cserélve. Mondom, maga az emlékek jók, de mutogatni mit mutogassak, egy üres haza. Itt ez a kép, ezt majd hazaviszem, ma haza akartam vinni múlt évbe is, és nem volt hova tenni. És most már van a helye? Igen, berakom a garázsba. Fölfogom a garázsba, igen. Itt a legnagyobb népbetegség Salgótarjánban az irítség. De mennyire? Itt nagyon irigyek az emberek. Itt mondom, én ma voltam tényleg, az egész országot körbejártam, felléptem, forgathattam, tényleg rengeteg színpadon állhattam, de Salgótarjánban nem jönnék fellépni, ha milliárdokat adnának sem, mert nem, minek? Voltak, akik kinéztek téged? Salgótarjánban mai napig, hát látod, miket írnak, lejárattam Salgótarjat, lejárattam. Oké, de hogy neten írják, az oké, csak amikor elmész vásárolni, vagy ilyesmi. Itt Salgótarjánban? Igen, így Salgótarjánban, Jézus anyám, ó, egyszer eljönné velem, az forogna a kamera, azt látni realitybe, jaj, hát Salgótarján, hát a legnagyobb város, gyerekek, a legnagyobb város. Ami tele van gyűlölettel, tele van pusztulattal, jaj. Olyan szépen tudnak róla beszélni, ha tényleg elfogadtak volna, meg szerettek volna, de minek? Gyerekek, elmegyek egy Debrecenbe, elmegyek egy Sopronba, Győrbe, úristen, hogy szeretnek engem. Itt meg Salgótarjánban, saját földemen, hajnak tőlem, de jó teszik. De jó Isten, mi történik itt az Instagramomon? Hát kitettem ezt a képet, hát itt a komment szekcióban olyan cicaharcok indultak el, valaki írta, hogy miért kell vele bármit is csinálni, aztán valaki írta, hogy miért nem. Szóval, hogy ott elkezdtek veszekedni, mármint, hogy egy csomóan. Úgyhogy volt, ahol már Győz is bekommentett, úgyhogy úgy gondoltam, hogy lehet, hogy több elérés, de inkább kitöröltem a rákba, nem kell az oda. És pont azért, mert nem akarom, hogy egy ilyen veszekedés induljon el ott a képek alatt, azért, mert én olyannal csinálok videót, vagy arról csinálok videót, amiről szeretnék. Úgyhogy ne haragudjatok, de ezeket töröltem a picsába. Hát srácok, elérkeztünk a videó végére. Igyekeztem jókat kérdezni a Győzitől, meg olyanokat, amik engem is érdekeltek, úgyhogy remélem tetszett nektek is. Hogyha tetszett, akkor nyomassatok erre a videóra egy lájkot, és ha esetleg nem lennétek, akkor
pedig iratkozzatok fel, és hát hamarosan találkozunk a következő videókban, és hát hamarosan 600 ezer feliratkozó, amit nagyon szépen köszönök nektek. Tudom, hogy mostanában eléggé ritkán van videó, viszont volt egy kis áttállás itt részemről, úgyhogy igyekszem összeszedni magam. Jók legyetek, és kellemes ilyen szaridős nyarat. Szevasztok!